Tisztelettel köszöntöm a Frankó TV nézőit, Vágsejéről jelentkezünk, ahol a második ligában az eddig 8-ból 8 meccset megnyerő Komárom ma X-elt, és ebben ugye nagy szerepe volt az ellenfélnek. Egy régi ismerős, Ladislav Hugyec edző, ugye a harmadik helyen áll a Mijava, tehát ez nem meglepetés végül is. Minden meccset nem lehet megnyerni a Komáromnak. Takže, ako si videl, Laci, ešte pred zápasom Komárno sériu, z 8 zápasov, 8 výhier, prekvapilo aj to teba? Prekvapilo samozrejme, lebo to je vynikajúca vec urobiť 8-krát 3 body, preto sú hore. Nám sa tiež podarilo udržať dobrú sériu, takže vedel som, že to bude ťažký zápas, že budú rozhodovať maličkosti a možno my sme mali šancu na druhý gól, samozrejme pred koncom zase domáci, takže bolo to o jednom góle, že kto o ten kúsok viacej sa pretlačí. Ťažký zápas, aj trošku vietor, možno aj terén horší, ale obidve mužstva boli dobre pripravené na seba. Aj Miky na nás a my zase na nich. Vedeli sme, čo nás čaká. Spokojní sme hlavne, že sme Bajemi dnes veľmi dobre strážili na jednu jedinú situáciu, čo brankár náš chytil, čo ho trafil do tváre, ale ináč sa nejako špeciálne nepresadil ako v iných zápasoch. Pred koncom som videl, že domáci nasadením Tóta, ktorý je nepríjemný v súbojoch hlavičkových, že vie hrať telom, že bude to ťažké a povedal som chalaňom, že keby sme my uhrali lepšie technicky nejaké breakové situácie presnejšími prihrávkami, tak ideme do brány a vyhráme ten zápas, ale ako som povedal, mohli ho vyhrať aj domáci. Pre nás remíza si myslím dobrá, aj keď chceme vždy vyhrať, to je jasné, tak ako každý super, ale sme pokorní a vážime si tento bod. A dobre, nakoľko to sleduje aj maďarsku našu televíziu, ja to preložím po do maďarčiny, len stručne. Tehát először is arról kérdeztem Hugyec edzőt, hogy mit szól a Komárom szériájához, meglepte őt, és azt mondta, természetesen ez fantasztikus dolog, 8 meccsből 8-szor 3 pontot csinálni, de nekik is volt egy jó szériájuk, úgyhogy úgy érkeztek erre a mérkőzésre, hogy valójában ő is jól felkészült a Radványi Miki csapatából, és a Miki is jól felkészült a Hugyec edző csapatából, tehát ez egy olyan mérkőzés volt, ahol mind a kettő csapat nyerhetett volna. Ugye voltak zicserek itt is, ott is, ilyen értelemben talán egy gólos mérkőzés volt, aki többet lő, az nyert volna. Ugye annak örül, hogy sikerült Bajemit semlegesíteni, hiszen a többi mérkőzésen kulcsfigura volt, az ő gyorsaságával csak egyszer tudott átjátszani a Mijavai védelmen, tehát ennek örül. Ugyanakkor a Tóth Gabi, mikor beszállt, ez is egy veszélyes játékos, hiszen ugye fizikailag erős és jól meg tudja tartani a labdát, tehát ő sem tudott végül is veszélyt okozni. Tehát azt mondja, hogy ez egy pont, ezzel elégedett lehet talán mindkét csapat. Do budúcna, ako vidíš plány Mijavy, nakoľko Mijava aj s Radvajmi, aj s tebou už bol aj prvoligista. Samozrejme, ešte sme iba na začiatku celej súťaže, ale ako vidíš ten káder, či sa môže priblížiť, dnešný zápas to potvrdil, ku Komárnu bližšie a cieľ môže byť asi aj prvá trojka pre Mijavu. Pre nás bolo vždy, aj keď sme postupovali pred tými 10 rokmi, nikdy sme nehovorili o tom, proste chceli sme hrať čo najvyššie, lebo domáci divák sa teší na naše zápasy a vždy sme to nechali na situáciu, ako jak sa hovorí slovenský, vyvrby, ťažké na preklad možno, ale že proste situácia, skúsiš, aká príde situácia, podľa chceme hrať čo najlepšie, aj dnes sme chceli vyhrať, ako som už spomenul, každý chce vyhrať vždy. Káder máme kvalitný, máme dobrých náhradníkov, ktorých nevoláme náhradníci, sú to tí, ktorí nastupujú a pomáhajú mužstvu, takže treba sa byť o tie pozície hore. A chceme sa udržať čo najvyššie, samozrejme, ale druhá liga je veľmi ťažká, to treba povedať určite. Igen, hogy arról kérdeztem, hogy a Mijava már volt az első ligában 10 évvel ezelőtt Radványi Miki és az ő Hugyec edző irányításával is, hogy mik a célok most, hiszen ez a mérkőzés igazolta, hogy a Komáromhoz közelíthet a Mijava, azt mondta, hogy nagyon jó csapatjuk van, azelőtt sem volt cél, sosem nem mondták meg, hogy az első ligába szeretnének jutni, de szeretnék kihozni magukból a maximumot, és ugye nincs olyan, hogy csereember, tehát a szűk rotációban többen is vannak, és ezért ez egy jó egészséges versenyhelyzetet teremt minden poszton.
Tehát ezt előre így nem tudja megmondani, hogy mik a célok, de biztos, hogy ez a mai mérkőzés is igazolt, hogy jó képességű játékosokkal rendelkezik, és jó a versenyszellem is a csapatban. Asi, tá penalta bola taká, že z 10 rozhodcov možno 9 neodpískajú to v druhej lige, ale bola to zaslúžená penalta, podľa mňa bol blízko rozhodca. Takže ako si videl ten fakt, že tento zápas rozhodoval medzinárodný rozhodca, asi to aj svedčí o tom, že dve mužstva sa stretli, ktorí sú kvalitné, lebo poslal SFZ kvalitného rozhodcu. Áno, Ivan Kružliak pískal aj zápas s Mikulášom, myslím si, takže SFZ takisto rozhoduje o tom, že tie mužstva čelné potrebujú aj dobrých rozhodcov, skúsených, aby sa niečo nestalo, nejaká chyba, taká ľahká začínajúceho rozhodcu. K tomu faulu sa neviem vyjadriť, poprvé bolo to ďaleko a ja som sa pýtal Ivana, povedal, že mu tam nejak pristúpil nohu. Vždy hovorím, už to nevrátime späť, takže netreba sa s tým zaoberať. Niekedy sa to zdá prísne, ale keď bol rozhodca pritom, tak berme to ako fakt, teda, že zapískal. Igen, hogy arról kérdeztem, hogy a 11-esről, mert lehet, hogy 10 második ligás játékvezetőből 8 nem fújta volna, de közel állt. És hát főleg az az érdekes, hogy ugye egy ilyen mérkőzésre a Szlovák Szövetség nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező jó bírót küld, és hát természetesen igen, ez is igazolja azt, hogy két jó csapat szerepelt ma, tehát egy ilyen fontos mérkőzésen jó, hogyha egy ilyen jó képességű játékvezető van. Ő nem látta az esetet, ezt a 16-os igen messze volt, de a bíró közel volt, és kérdezte a meccs után, és azt mondta, hogy hát végül is rálépett a lábára, úgyhogy úgy veszi, hogy ez megadta a bíró, tehát 11-es volt, ettől többet nem tud hozzátenni. Hát szóval gratulom dnešnému výkonu a držíme palce, aby ste sa pobili o postup s Komárnom. Ďakujeme pekne. Viszontlátásra. Igen, ugye azt kívántam, hogy még a Komárommal küzdjön meg a feljutásért az első ligába. Köszönöm, ďakujem. Köszönöm.